Mi lesz veled, forint? Sziasztok! Hova és meddig megy a magyar forint az euróval szemben legalábbis, bár ma nézz, megnézzük az dollárral szemben való viselkedését is, érdekes dolgok történnek ott is. Amelynek egyébként másodszor futok neki, mert hogy egyszer már élőben bejelentkeztem a Discord szerveren, és a tagoknak a YouTube-on, de egy kis technikai probléma miatt a Discord szerver live-val nem volt semmi gond, de a YouTube live-val igen, így a felvétellel is, szóval neki futunk újra. Szóval nagyon sokan beszélgetnek mostanában arról, hogy vajon mi lesz majd a magyar forinttal, és hogyan alakulhat um, a az árfolyam, vajon mitől gyengül, miért gyengül, és ezért pár tényezőt hoztam el nektek, mert nyilván prognosztizálni, prediktálni nagyon sűrűn lehet, nagyon sűrűn tudunk is, meg ennek többféle kimenetele is lehet. Ugyanakkor vannak tények, amiket mindenféleképpen érdemes megvizsgálni, és ezek a tények egyébként nagyjából rá is nyomják a pecsétjüket a grafikonra. A kérdés majd csak az lesz, hogy ezek után a kisebb bemozgások hogyan fognak alakulni. Azt kell inkább akkor már ilyen módon prediktálni. Szóval az első nagyon-nagyon fontos kérdés a magyar forinttal kapcsolatban, hogy van-e recesszió, vagy nincs-e recesszió? Nagyon sokat olvasok ezzel kapcsolatban az interneten. Most egyre többen készítenek videót is, egész jó videók jönnek ki egyébként. És az X-en is nagyon sokat olvasok, nagyon sok olyan bejegyzés van, amely azt forszírozza, hogy például megtörtént ugye a második negatív adat a GDP növekedésben, ezért hivatalosan recesszióba lépett Magyarország. Nézzük meg, hogy pontosan. Igaz-e ez az állítás, és hogyha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor miért nem? Ha megtekintjük ezt a grafikont, ez a magyar GDP növekedési ráta, és azt látjuk, hogy valójában tényleg a legutóbbi adatunk mínusz 0,7% volt. Ezt a mínusz 0,2% után kaptuk meg az előző negyed évben, tehát igaz az állítás, hogy már van két egymást követő negyed évünk, amikor negatívban mozgott a GDP növekedési ráta az általános, általánosan elfogadott, vagy szóbeszédben járatott definíciója a recessziónak ugye az, hogy amennyiben két egymást követő negyedében negatív GDP adatokat kapunk, akkor kijelenthető, hogy az adott ország recesszióban van, ez helyjel közel igaz, de ez csak az egyik alapfeltétele a recessziónak. A recessziónak más alapfeltétele is van, és nyilvánvalóan igen kellemetlen helyzetbe kerül valaki, hogyha csak és kizárólag ez alapján állapítja meg, hiszen azt is látjuk, hogy 2022 második negyedéve után szintén beléptünk egy negatív környezetbe a GDP növekedést illetően, és ez három negyedévig évig tartott, és bár javuló értéket mutatott, negatív érték volt. Ezért ugye határozottan kijelenthetjük ez alapján, a definíció alapján, hogy 2022-ben már egyszer belépett a magyar gazdaság recesszióba, de aztán 2023-ban javított azon, végül most 2024-ben ismét visszatért. És ugye ez a dolog nem úgy történik, hogy egyszer belépek a recesszióba, aztán egy év múlva kilépek, aztán fél év múlva visszalépek, aztán ki tudja még mi lesz a jövőben, ugyanis a recessziónak az alapfeltételei közé tartozik az is, hogy egyébként az alapgazdaság milyen állapotban van, milyen helyzetben van. És azt határozottan megállapíthatjuk, hogy ugye 2022-től nincs túlzottan jó helyzetben de hoztam nektek egy másik adatot, ami nagyjából összefogja, hogy például a termelési és feldolgozói ipar, amely ugye nagyon sok ágazatot fed le Magyarországon belül is, az milyen állapotban volt, hiszen ez egy nagyon fontos jelzője a recessziónak. Ne felejtsük el, hogy 2022-től kaptuk meg az első negatív adatot ebben az időszakban, amit most figyelünk. Szóval, hogy hát, megyünk az úgynevezett manufacturing PMI-ra, tehát a feldolgozóipari PMI adatokra. Na, akkor azt kell tudni erről az adatról, hogy amennyiben az adat maga 50 pont alatt van szűkülő piaci ágazatról, vagy szűkülő piaci szektorról beszélünk, mint átfogóan feldolgozó ipar, és hogyha 50 pont érték felett van, akkor táguló, tehát javuló um, szektort nézünk éppen. Most egy picit átjövök itt az elmúlt három évre, hogy lássuk, mi is történik pontosan, és egyből kirajzolódik az, hogy gyakorlatilag a 2022-es évben, amikor megkaptuk az első nagyon negatív GDP adatokat, Azért a PMI érték még nem volt olyan rossz, egy majdnem, hogy természetes bemozgásban, hullámzásban volt, hogy megvoltak a, a a, a, szezonális hullámjai, szezonális gyengébb pontjai és erősebb pontjai, inkább év közben erősödött ez, és 2023 ö, elejétől volt egy, egy drasztikus beállása ennek. Ennek megvannak a, a gazdasági okai, ugye Magyarország egy picikét más, hogy működik gazdaságilag, mint például Németország, vagy Franciaország, az Egyesült Királyság, vagy az Egyesült Államok, és éppen ezért ugye vannak eltolódások ezekben a a reakciókban, ezekben az időszakokban, hogy mi mikor esik be. Tehát bár ugye beléptünk a GDP szerint recesszióba a 2022-es évben, azért a háttérgazdaságnak legalábbis a feldolgozóipari része még nem volt annyira negatív. Más része egyébként negatív volt, ugyanis a recesszió megállapításához azért figyeljük az inflációt, figyeljük a szolgáltatási szektort, és, és egyéb mutatókat, amelyek azért igencsak mutattak arra, hogy ha egyértelműen a recessziót nem is tudjuk kijelenteni, de határozott abba az irányba haladunk, és ugye ha valaki kellőképpen ismeri azokat a folyamatokat, amik a gazdaságban végbe mennek, akkor nem nehéz következtetni, hogyha valami beindul, akkor azt általában nehéz megállítani, időben tart, mire megállítják, gondoljatok csak például a kamatemelés és a kamatvágásoknak a hatására, hiába kezd el egy központi bank kamatot emelni vagy vágni, fél év múlva vagy egy év múlva fogjuk megérezni a hatását. Szóval ha vannak késleltetések, és ezért tudunk számolni azzal, hogy összességében addig, hogy fog mozogni vagy működni a gazdaság. Ezzel nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ugye 2020-ban, 2021-ben, 22-ben, 23-ban, ha valaki emlékszik a videóinkra. Leginkább nem magyar gazdasággal kapcsolatban, hanem az amerikai gazdaságot vettük alapul. Nos, um, azt viszont határozottan megállapíthatjuk, hogy 2023-tól gyakorlatilag besüllyedtünk 50 pont érték alá. Volt egy időszak, amikor egy picit ki tudtunk ebből mozogni, de akkorra már minden más adat annyira negatív volt, a kamat környezet is már negatív hatást fejtett ki a gazdaságra, um, hogy hiába javult a PMI, hiába javult talán egy picit a GDP, amit láttunk a GDP adatokon is ugye ebben az időszakban. Valójában nem tudtuk kijelenteni, hogy kimozdultunk volna a recesszióba, pont ellenkezőleg ott már egészen biztosan kijelenthetünk, hogy bent vagyunk, és még valószínű egy picit mélyebbre fog menni, hiszen azok a hatások, mint ahogy említettem, tehát a, rég, a sokáig tartó hatások a kamatemelésre, kamatvágásra, ezek, ezek még mind utána jöttek csak. Szóval jelen pillanatban helyes az az állítás, hogy Magyarország recesszióban van. Azonban helyet, helytelen az az állítás, hogy most történt a recesszió, hiszen hogy most léptünk a recesszióban, mert hogy megvan a két egymást követő negyedéves negatív GDP növekedési adatunk. Valójában soha nem is léptünk ki belőle, csak volt egy javuló ágazata a gazdaságnak, de benne maradt a recesszióban, és ez igen fontos. Másik? E, Oké, okay. és akkor itt ki is jelenthetjük, hogy körülbelül van egy nagyjából egy évre minimum tekinthető negatív nyomásunk a forintra, ugyanis nyilvánvalóan ha recesszióban van egy gazdaság, az nem tesz jót a devizának, azért azzal még számolhatunk, hogy a következő Körülbelül egy évben hasonló környezet még, még ha javuló is lesz, de hasonló környezet jelen lesz, tehát van egy alapnegatív hatásunk, ami mérséklődhet, vagy pedig könnyi, könnyülhet az idő előre haladtával, ahogy vagy javítunk, vagy rontunk a gazdasági állapot, ez majd a kormánytól fog függeni. Van itt egy másik nagyon fontos hatás, ami a forintra mér csapásokat, ha lehet így fogalmazni, az pedig a kamatkörnyezet, amely bármi érdekesen is hangzik, ez valójában most akár lehet pozitív is a forintnak. Ugye látjuk azt, hogy jelen pillanatban a magyar nemzeti bank kamata 6,5%-on van amely globálisan egy magas kamatérték, ugyanakkor a magyar gazdasághoz mérve, ha megnézzük az, elő, az előző évtizedeket, hogy hogyan alakult ez az MNB által, akkor ez már majdnem, hogy egy megszokott kamatkörnyezet egy ilyen gazdasági helyzetben. Tehát, ma, tehát Magyarországra mérve ez nem egy drasztikus mérték, már nyilván ez szubjektív, tehát ha az autó hiteleket nézik ez miatt, akkor igen, de most nem ebből a szemszögből ö, tekintek erre a dologra. Viszont nem ez a legérdekesebb, hiszen tudjuk azt, hogy a magas kamat az alapvetően pozitív a devizának, ugyanakkor Magyarország sajnos nagyon sokat szenved el abból, hogy rengeteg külföldi befektetés áramlik ki az országból, amivel kapcsolatban mindjárt mutatok majd egy grafikont. Ezt most csak egyelőre helyezzük így kontextusnak, de, hiszen hiába magas a kamat, annyira sok befektetés áramlik ki az országból, hogy ellensúlyozza ezt az egyébként relatív pozitív hatást a devizára nézve. Ugyanakkor, ha megvizsgáljuk az ECB, magyarul LKB, tehát az Európai Központi Banknak a az úgynevezett main refinancing rátáját, amit mi nagyon-nagyon nagy örömmel és fókusszal figyelünk a Discord szerveren, főleg a Pro szerveren, hiszen ez egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kamatrátáról van szó. Az jelen pillanatban a 3,65 század százalékon van és kamatvágási környezet van. Nagyon hasonló módon, ahogy Magyarország esetében is, csak a különbség ugye az, hogy Magyarországnál a gyorsuló kamatvágás időszaka úgy tűnik, hogy már lassulóban van, tehát inkább egy, egy elnyújtottabb időszak következik, amíg az ECB-nél akár még csak most lehet a begyorsulások a kamatvágásokkal kapcsolatban és hogyha még plusz kontextusban betesszük ez mellé a Fednek a kamatrátáját, akkor látjuk, hogy ez egy kamatvágás után most 5%-nál van, ugye hamarosan jön majd egy Fed kamat döntés is, ha valaki figyeli a makrovideónkat, a, a YouTube tagok tagoknak kirakott makro elemzési videónkat, azok tájékozódnak majd róla megfelelően, ugye ez 5,5%- volt az előző meetinget megelőzően, és a következő most a helyzet, ami esetleg pozitív lehet valamennyire a forintnak, mert ugye látjuk, hogy Viszonylag nagy a kamat különbség a Magyarország és akár az Egyesült Államok, akár az összesített Európai Uniós környezet között, és ez automatikusan ugye, ha valaki picit érti, hogy mi miért történik, akkor arra gondol, hogy rendben van, de akkor ez be kellene, hogy vonzza a befektetőket a magyar forintba, hiszen a kamat különbség nagyszerű lehetőséget nyújt egyébként ilyen szempontból. Csak hogy a gazdaság többi része annyira nem működik jól Magyarországon, hogy tulajdonképpen ez, ez a, ez, a, befektetői réteg, ha a forintba érkezik is valamennyi, ez miatt, de amúgy meg akkor a negatív nyomás van még pluszba a forinton, hogy, hogy tulajdonképpen ez vagy ellensúlyozza, vagy már egyébként, ha valaki át is gondolja a dolgot, oda se jön a forintban, mert hogy nem éri meg. Tehát hiába a kamat különbség, ez nem történik meg. Azonban, és ez nagyon fontos, hogy Magyarországon az jövő év elején fog lejárni nagyon-nagyon sok államkötvény, és elképzelhető, hogy a Magyar Nemzeti Bank most úgy dönt, hogy nem igazán nyúl a kamatokhoz, amíg ez meg nem történik, tehát ez ilyen január-február-március környéke és addig viszont, ha és amennyiben az Európai Központi Bank és a Fed kamatot vág, akkor elképzelhető, hogy átesünk a ló túloldalára, ha nem is nagyon csak egy picit, és már annyira megnyújtjuk ezt a kamatkülönbséget a két vagy három deviza között, hogy automatikusan generálni fog némi befektetői tőkét, ami beérkezhet egyébként a magyar forintban. De ahogy említettem, ez alapvetően egy pozitív hatás lehet, ehhez az kell, hogy kamatot vágjon az ECB, ehhez az is kell, hogy kamatot vágjon a FED, ha náluk ez esetleg nem történik meg, egyébként illene, hogy megtörténjen, akkor nyilván másfajta forgatókönyvben kell gondolkoznunk, de ez egy a következő pár hónapra, mondjuk három, négy, öt hónapra, azért inkább három, négy, azért ez elég jó lesz. Lehet. Um, és van itt még valami, tehát ez egy bullis hatás, de viszonylag rövidebb időre. Van itt még valami, amit viszont határozottan ki kell emelni, és ez, amit említettem, hogy nem igazán érkezik külföldi tőke a magyar forintba. Most erről akarok mutatni nektek egy grafikont, ami ugye azt, ez az úgynevezett Foreign Direct Investment, az FDI chart, tehát a külföldi uh, direkt befektetéseket uh, indexeli nekünk, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag történelmi mélységben van. Tehát a 2020 előtt nagyszerű tőkebeáramlás történt, de 2020 után ez az egész gyakorlatilag egyez egybe ki is ment innen. Ennek több oka van, nyilvánvalóan a, a, a küzdő ipar globálisan ugye vonja ki a tőkét mindenhonnan ezért ebben majd Magyarország is be fog esni, nálunk ráadásul feldolgozóipar szempontjából ugye az autógyártás, az autóalkatrészek gyártása, szoftverkezelések igen fontosak Magyarországon, szóval itt fogyatőke, itt megy ki a tőke, nagyon nagy mértékben, soha nem látott mértékben, és ez nyilvánvalóan még akkor is egy probléma lesz, hogyha a kamat különbség olyan nagy lesz, hogy tényleg meg kéne mozdulnia mondjuk a forintnak egy picit fölfelé. Szóval én úgy gondolom, hogy pontosan emiatt az effektus miatt, ha várhatunk is viszonylag rövid távon pozitív hatást a magyar forint részére, ettől függetlenül nem szabad kontextusban elengednünk azt, hogy ez egy visszafogott pozitív hatás lehet mindenféleképpen. Szóval emellé talán még érdemes azt is behozni, tehát talán még ehhez a a részéhez tartozik a témakörnek, hogy ugye jövőre választások lesznek Magyarországon, tehát elég nehezen prediktálsz, vagy ha megpróbálnád, akkor elég nehezen menne a prediktálás a, 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 a magyar forintnak, hiszen ott még sok minden történhet, és addig is sok minden történik. Amit ugye tudunk, és külön köszönet Bélának, hogy ez pont felhívta extrában a figyelmemet rá, hogy ugye nagyon intenzív kiköltekezés várható, és, és nyilván hiánynyövekedést is fogunk tapasztalni a jövő évben, amely megint csak nem lesz majd pozitív a forintnak. Tehát ha valaki úgy gondolja, hogy, hogy azért komoly erősödésről beszélhetünk, amikor a forintról beszélünk, akkor az lehet, hogy egy kicsit elnagyolt elvárás. De mielőtt megmutatom a grafikont, hogy miért, és akkor érteni fogjátok, egy valamit még, illetve egészen pontosan kettőt, de egy valamit nagyon fontosan be kell hozni. Ez egy Égető topik Magyarországon, ezért szeretném külön kihangsúlyozni, hogy ez nem egy politikai videó, jó? Én, én, én semmiféleképpen nem fogok pártaskodni. Engem egy dolog érdekel jelen pillanatban, hogy mik a számok. És egyáltalán nem érdekel, hogy ki van bal-meg jobb oldalon. Jó, nagyon fontos arról beszélni, nagyon sokat hallani, hogy az Orbán politika, a Fidesz politika, az gyakorlatilag egy stagflációt gerjeszt, illetve elő Magyarországon. Vizsgáljuk meg, hogy mennyire reális ez az elgondolás, mennyire valid. Um, ha valaki emlékszik, akkor korábban volt, nem is olyan régen volt egy videóm. Um, ami, amelyben amely, azt hiszem lehet, hogy egy podcast volt, lehet, hogy egy videó most hirtelen nem ugrik be, amelyben ugye összehasonlítottuk az Egyesült Államokban az inflációt, az árakat, összehasonlítottuk az Európai Unióban, Németországban például, igen, egy videó volt, és mi a magyar árakat is összehasonlítottuk. Ez a táblázat onnan van, tehát egy 2019 és 2024 közötti időszakban mértük azt, hogy hogyan változnak az árak. Ugyanis amikor az, az, a CPI, tehát a a fogyasztói árindex, magyarul erre fogják rá, hogy az infláció az csökken, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy, hogy az árak csökkennek. Tehát amíg a CPI pozitív értékben van, addig nem árcsökkenésről beszélünk, hanem árnövekedésről, csak hogyha csökken a mértéke a CPI-nak, akkor kisebb mértékben növekedik, de ettől még növekedik. Ez nagyon-nagyon fontos, mert sokan beleesnek abba a csapdába, amikor egy véleményt szeretnének megalkotni, hogy valaki bemutat egy CPI chartot, és azt mondja, úristen, csökken a CPI, akkor, akkor lefelé mennek az árak. Azt tök, nem mennek lefelé, hanem ugyanúgy növekednek, csak kicsit mondjuk lassabb mértékben. És ugye a CPI egy átfogó kosár, tehát ott is azért fontos az, hogy milyen kontextusban teszünk, mi növekedik, <kül> elnézést, mi növekedik benne. Itt ugye inkább az eszenciális termékekre hangsúlyoz, helyeztük a hangsúlyt, amikor ezt számoltuk, és ugye látjátok, hogy, hogy élelmiszerek, eszenciális élelmiszerek, mint hústermékek, tojás, tej, ö, sajt, olaj, liszt, kenyér, zsemle, kristálycukor, burgonya, Alma, akár még narancs is ugye bekerült ebbe a számításba. Azért behoztuk az üzemanyagot, hiszen kritikusan eszenciális. Az alapvető szolgáltatások és ellátások, mint és termékek, mint például az áram, cipő, felsőruházat, fizetések, a bort is majd meg fogjuk vizsgálni. És nyilván egy cigaretta nem kell, hogy itt legyen, de azért egy fontos tényező ez is. És így, ha ezt így hogy hogy emelkedtek az árak, akkor látjuk, hogy az átlag áremelkedés 2019-től 2024-ig 49,9% volt, amely nagyon nagy, de bizonyos termékeknél kimagaslóan magas, például a kenyér esetében 80,5%, a zsemle esetében 140%, az alma esetében 71%, a 95-ös benzinnél 54%-os vagy 55%-os emelkedést tapasztalunk, a gázolajnál 47%, az áram esetében ugye a piaci ár nem pedig a rezsi csökkentett, 93,5 százalék. Szóval nem is kell folytatnom, mert mindenki tudja és érzi, hogy ha bemegy a boltba, akkor nyilván nem lett olcsóbb semmi. Szóval ne lepődjünk meg azon, hogy ha a CPI csökken, akkor ne várjuk el, hogyha bemegyünk a boltba, akkor majd olcsóbb lesz minden. Ha a CPI negatívban van és csökken, akkor csökkennek az árak. De az pedig már a, az pedig már egy komolyabb problémát hozhat föl ismét. Erről is volt sok videónk. Um, amit ebből ki szeretnék hozni, hogy ez egy öt éves időtartam, amit figyelünk, és, és tulajdonképpen ezen a ponton um, ez egy hosszú, relatív hosszú távnak nevezhető, ami azt jelenti, hogy beszélhetünk stagflációról, és jogos lehet az a kritika, ami a Fideszt vagy az Orbán kormányt éri, hogy, hogy bizony a kormány tevékenysége a vagy előidézi a stagflációt, B vagy, bár nem ő idézi elő, hiszen globális problémáról beszélünk, de nem tudja kellőképpen megakadályozni. Na most ez persze szubjektív, hogy mi a kellőképpen. Nyilván az egyik fél mondhatja azt, hogyha nem dolgozna megfelelően, ennél sokkal rosszabb lenne. Tehát jó munkát csinál. Amíg ugye nyilván a másik fél azt mondja, hogy ennél sokkal jobb munkát is lehetne csinálni, tehát sokkal rosszabb, mint amilyen lehetne. Um, ez nyilván mindenki megbeszéli majd a másik féllel, ahogy szeretné, én a számokra fókuszálok, és bármi is az oka annak, hogy ez így alakul, ez egy tényszerű megállapítás, hogy stagflációról határozottan beszélhetünk. A furcsa Dolga ennek a stagflációnak az, hogy ez valójában a devizára önmagában pozitív, illetőleg a relatív pozitív nyomást helyez rá, hogyha emelkedik az infláció, akkor akkor még inkább pozitívabb. És ha azt veszük alapul, hogy um, választások lesznek, vagy lesz egy új kormány, vagy nem lesz úgy új kormány, de nyilván valamilyen módon a hozzáállás, mondjuk. A, a, ahhoz kép, ahhoz uh, való hozzáállás, hogy hogyan kezelik az inflációt, uh, és a körülmények is addigra változni fognak. Szóval kijelenthetjük, hogy van egy enyhe pozitív hatásunk a következő egy évre, a választásokig legalábbis. Szóval ez egy alapból is, egy alap pozitív hatás. És akkor még ne felejtsük el azt, hogy, hogy a magyar forint egy e, tulajdonképpen rizikós eszköznek minősül a piacon, az úgynevezett high risk asset, és ebből az eszközállományból általánosan ugye kifelé mennek a befektetők. Jelenleg ezt ugye láttuk, az előbb megmutattam a grafikonon is, hogy ennek igen nagy mértéke egy folyamatban. Na most tehát ez azt jelenti, hogy van a recesszió miatt egy körülbelül egy éves negatív hatásunk, a kamatkörnyezet miatt egy pár hónapos pozitív hatásunk, a befektetések hiánya miatt egy viszonylag hosszú távú ö, negatív hatásunk, minimum amíg recesszióban vagyunk, ö, és vagy leszünk, a stokváció által pedig egy hosszabb távú, de kicsit gyengébb, de pozitív hatásunk, és ugye nyilván van egy negatív hatásunk a a, amiatt, hogy alapvetően ez egy rizikós eszköznek számít, mint magyar forint. Nézzük meg ennek fényében az euró-magyar forint grafikonját, és én fölrajzoltam ide a, gyakorlatilag, hogy, hogy mi a helyzet jelenleg. Ugye most igencsak, mondjuk úgy, hogy drága, 408-nál van, ott tetőzött legalábbis pénteken a piaci árfolyamát tekintve, ez ugye a Pepperstone-nak az árfolyama. Nyilván uh, broker és bank válogatja, hogy uh, milyen aktuális árfolyamon van jelenleg. El is hagytunk egy igen fontos zónát fölfelé, és ugye a legnagyobb kérdés, ami mindenkiben megfogalmazódik, hogy vajon ez most még meddig fog így menni? Mert hogy most már, wow! És a helyzet a következő. Ahogy említettem, a kamatkülönbségek miatt van egy enyhe pozitív hatásunk. Tehát ez feltételekkel van itt, mondtam, hogy ahhoz nem szabadnak kamatot vágni az MMB-nek, de kamatot kellene vágnia az, az ECB-nek, tehát az Európai Központi Banknak és a Fednek, és akkor ez a pozitív hatás, ez megvalósulhat. Van egy hosszú távú alap negatív hatásunk a recesszió miatt, ami egyre enyhébb lesz valószínűleg, ahogy megyünk előre az időben, viszont ettől függetlenül még ott van a háttérben, van egy külföldi befektetési hiányokból származó hosszú távú hatás, ez szerintem amúgy is állandó folyamatosan, és a stagfláció ad egy nagyon-nagyon kismértékű, bár de pozitív hatást a következő egy évre legalábbis ez nagyjából igaz lehet ez azt jelenti, hogy bár túlnyomó a negatív hatás, ami azt jelenti, hogy ha kicsit összetolom a csártat, és látjuk azt, hogy, hogy mióta is emelkedik a magyar forint, az vagy az euró a magyar forinttal szemben, akkor amúgy is egy ilyen szélmalomharc lenne, ha valaki majd elvárná, hogy, hogy innen, innen fog, nem tudom, egy forintba kerülni egy euró. Um, nyilván teljesen irreális. A, a nagyobb sűjjedés is ezen a ponton nagyjából irreális, hiszen ha jól belegondolunk, a magyar forint egy sokkal gyengébb gazdaság az euró összességéhez nézve, um, nem valószínű, hogy hogy hosszú távú javulás fog beállni ebbe a trendbe, amit látunk emelkedni. Um, tehát elvárhatjuk azt, hogy például egy ilyen jellegű emelkedés az nagyjából uh, igaz legyen a, a mozgásra, amelynek ugye nyilván vannak alsó, meg felső határai, uh, én most csak Tényleg körülbelül határozom ezt meg, nem egy pontos vonalat húzok, még hogyha a, az, az észszerű növekedési csatornát is figyeljük, és a kiugró növekedési csatornát is figyeljük, ez gyakorlatilag a következő időszakokra is várható. Kérdés csak az, hogy hogy fog viselkedni benne, mert látjátok, hogy én ezeket a négyzeteket egy évre húztam ki időtában, tehát itt leszünk egy év múlva. Addig vajon mit csinál a forint, mert ugye onnantól már nehéz a választások miatt. Viszont ha itt a következő pár hónapot figyeljük, akkor itt kialakult egy némileg azt nem mondom, hogy több pozitív hatás, hanem mondjuk egy kicsikét megerősödik a pozitív hatás, és aktuálisan azért a kamatkülönbségekből származó előny eléggé erős tud lenni, hogyha azt tényleg megragadják a befektetők. És ez azt jelenti, hogy itt valamennyi forint javulás azért várható. Ami azt jelenti, hogy ez az Eurohoof Chart, azért nem feltétlenül fog ilyen. Hatalmas vehemenciával emelkedni a következő pár hónapban. Ugye én itt nagyjából februárig húztam ki ezt az időszakot. Ez azt jelenti, hogy innen azért akár még egy, egy konszolidáció is előfordulhat, hiszen, hiszen ahogy mondtam, a kamatkülönbség elég erős hatást tudnak majd kifejteni. Azt ne felejtsük el, hogy közben itt van az euró is, amely a következő egy évben egészen biztosan kamatvágási perióduson fog keresztül menni. Nem egy évig fog tartani. A kérdés az lesz, hogy, hogy valójában tényleg le tudják-e majd küzdeni ezzel az inflációt. Ha igen, akkor nyilván egy bizonyos ponton a kamatok meg fognak ragadni, stabilizálódni. Ha nem, akkor újra emelkedni fognak a kamatok, amely az eurónak viszont pozitív lehet. Nem is kicsit, úgyhogy az megint csak negatív a magyar forintra nézve. Úgyhogy itt nem igazán tudunk egy Relatív jó forgatókönyvet leírni. Ami egyébként nem feltétlenül baj ezen a ponton, um, mármint a, a grafikon szempontjából, aztán nyilván az élet szempontjából ez egy másik kérdés. Szóval én úgy gondolom, hogy eljöhet egy olyan időszak, um, ami. ami Ezután a stagnálás vagy esetleg egy pici kis forint erősödés, tehát a grafikon visszasüllyedése után azért elhozhat egy, egy újabb hullámot jövő február-március környékén, amikor ugye az MNB megint csak egy kicsikét, hát fogalmazok úgy, hogy felszabadultabban dönthet a kamatok sorsáról és akkor majd meglátjuk, hogy ez, ez mennyire lesz negatív a forintnak. Úgyhogy nagyjából ezt szerettem volna összefoglalni nektek. Érdekességképpen egyébként, hogyha megtekintjük a, a, az USD magyar forint csártot, akkor ugye nagy különbséget látunk, mert még folyamatos emelkedést látunk az euró-magyar forint csárton, addig ugye az USD-magyar forint csárton nem, hát itt is elég emelkedés, hosszú távú emelkedést látunk, de egy máshogy alakul. Ez gyakorlatilag azért van, mert a, az amerikai dollár a legdominánsabb eszköz a deviza piacon, ami azt jelenti, hogy a, az euróra is és a magyar forintra is domináns, de ugye az euró ellenállóbb, relatív, a magyar forint viszont nem sokkal gyengébb, és éppen ezért itt leginkább a dollárnak a mozgását tudjuk felrajzolni, vagy, vagy maga a grafikon ugye azt alakítja ki. Az viszont okozhat érdekes anomáliákat, mert hogy például, ha átmegyünk az amerikai dollárnak az index csártyára, akkor látjuk azt, hogy hosszú távú konszolidációban van. És ugye most nem arról van szó, hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy vajon ha elérünk idáig, akkor kitör a konszolidációból, vagy nem, azt majd látni fogjuk. Azt látjuk, hogy ugye a legtöbbször visszapattan róla. És Azért kell ezzel vigyázni, mert ugyanez a szituáció azért felismerhető a magyar forint um, a USA dollár grafikonon is, és azt látjuk, hogy itt viszont kitörni készül belőle. Ergo, ha valaki felteszi a kérdést, mennyi esélyünk van arra, hogy ez mondjuk hamis törés lesz fölfelé, az euh, én azt javaslom, nézze meg a DXY csártot, mert hogyha ez itt visszapattan, és folytatja az amúgy konszolidációt, és innen megint csak lefelé fog menni, ezt nem tudjuk, ezt majd meg fogjuk látni, de ha így lesz a döntés, akkor ez egy fals kitörés lesz, és itt is látni fogjuk a hasonló mozgásokat. Tehát ezekre érdemes odafigyelni. No, én remélem, hogy tetszett az összefoglaló, és ha igen, akkor mindenféleképpen jelezzétek, hogy ti mit gondoltok a magyar forintról, a meglátásaitokat nagyon szívesen elolvasom ha tetszett a videó, akkor dobjatok nekünk egy lájkot. Like a legközelebbi alkalommal, ha lesz ilyen élő bejelentkezésem, mint most is, akkor érdemes figyelni azoknak, akik tagok a YouTube-on, tehát támogatók vagy a makrotagságban vannak, mert ők csatlakozhatnak az élő bejelentkezéshez, és természetesen a Discord szerver tagjai, úgyhogy érdemes ott lenni, ugyanis élőben tehetsz fel kérdéseket, Élőben tudom megválaszolni neked. Elég érdekes témakörök szoktak kialakulni ebből. Úgyhogy csak javasolni tudom további szép hetet kívánok mindenkinek. Sok sikert az amerikai elnök választáson, folyó piaci mozgások kihasználásához. Mi mindenféleképpen itt leszünk, és nagyon erősen figyeljük ezt az eseményt a Pro szerveren. Úgyhogy kellemes időtöltést. Sziasztok!